Betyárok szállták meg Lápafőt. Igaz, most se ölni, se lopni, se rabolni nem akartak, sokkal inkább emlékezni jött az egyik legnagyobb magyar betyárra, Sobri Jóskára. Az elhíresült bandita ehelyen lelte halálát, a Lápafői temető sáncába temették el. Ez az esemény Lápafőn 1837. február 17-én történt, és a Lápafői csata néven híresült el. A Lápafői csata Sobri Jóska életének elvesztésével, Sobri Jóska végnapjainak lezárulásával zárul. Közszemlére tették ki a holttestüket ide a templom elé, és utána hozták ide őket eltemetni. Na most vannak itt más legendák, ugye, hogy nem ide temették el, hanem a Várong és Lápafő közötti réten egy forrás mellé, ezt is hallottam, ezt a legendát. Aztán ugye a országos legenda szerint Amerikába ment, és ott híres üzletember vált belőle. Tehát nagyon sok mond a kering mai napig is Sobriról, de minden valószínűség szerint ugye erről a református egyház följegyzése szerint is ide temették a temetőnek a zárkába, sáncába. Ettől a kopjafától azt reméljük, hogy amolyan zarándok helyé válik, mert nagyon sok ember érdekel Sobri Jóska. Na most még annyit szeretnék elmondani, hogy Sobri Jóska az egyetlen olyan betyárvezér, aki életében embert soha nem ölt, 2-3 évig működött, de olyan híretet szert, főleg amiatt, hogy olyan rablásokat követett el, amely eljutott Bécsig, Bécsből Lipcséig, Lipcséből Párizsig, és mindenhol foglalkoztak a újságok vele. Ezért vált ő Magyarország második leghíresebb betyárjával Rózsa Sándor után. Nem csak emlékoszlop készült Lápafőn, de a temetőhöz vezető út is teljes mértékben megújult. Elsősorban a helyiek nagy örömére, akik eddig alig tudták megközelíteni a sírkertet. Ezt az úgynevezett temetői utat régóta várta a község, hogy átadhassuk a falunak. Többszöri próbálkozásra sikerült a belügyminisztériumból pályázati pénzből annyi összeget kapni, hogy ez megvalósulhasson. 420 méter hosszú, durván 17,5 millió forintba került. S ha már ünnep, legyen teljes, gondolták Lápafőn, és az út és a kopjafa mellé felavatták a falu másik nevezetességét, a Mária szobrot, melyet a kegyetlen nemes Takács Pál emeltetett öngyilkossá lett lánya emlékére. 50 esztendeje azonban megrongálták az emlékművet, melyet most helyreállított az önkormányzat. Ennek a szobornak kettős jelentősége van Lápafő történetében, egyrészt vallási tartalommal is bír, mert Máriát mintázza, másrészt viszont egy család történetéhez kötődik. Ennek az az oka, hogy a régi időben úgy volt szokás, hogy a birtokhatárokat és a falu határát ilyen jellegű szobrokkal vagy keresztekkel látták el. A tartalmát viszont az jelentette, hogy a mezőről az akkori szoros, vallásos kötelezettségeknek eleget tenni akaró emberek úgy tudjanak fohászkodni, hogy ne kelljen a mezei munkát megszakítani és a falu templomába bevonulni. Ennek a szobornak van különlegessége is. A Kárpát-medencében mindössze csak kettő ilyen szobor létezik, mert általában a Máriát kisdeddel ábrázolták és egy fülke jellegű szoborban mintázták meg, míg itt önállóan csak a Mária látható. A szobor rekonstruálása már nem volt lehetséges, mert annyira kikezdte az idő, hogy másolatot készítettek. Ez őrzi mostantól Lápafőt.